Büszkék lehetünk arra, hogy ma az anyaországi nemzetpolitika erős támasza a külhoni, ezen belül a kárpátai magyarságnak is. Közös eredményeink, hogy a támogatásainknak köszönhetően már a számos oktatási, egyházi, kulturális és szociális intézmény felújítására és fejlesztésére kerülhetett sor Kárpátalján. Ünnepélyes keretek között átadták a halábori fedáksári közösségi házat. Az esemény istentisztelettel kezdődött, majd a vendégek a közösségi ház épületéhez vonultak. Az avatószallag átvágása és a tábla leleplezése után a helyiek belülről is megtekinthették a modern, mai kornak megfelelő kultúrházat. Az ünnepségen Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkár szavait, az államtitkárság kárpátaljai főosztályvezetője, Bujdosó János tolmácsolta a helyszínen. Az itt álló fedáksári közösségi ház teljes körű felújítását azért támogatta a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága, hogy hozzájáruljon a berekvidéki magyarság megmaradásához és fejlődéséhez. Hagyományaink és múltunk tisztelete mellett azonban a jövőnkre is gondolnunk kell. Jövőt pedig csak úgy építhetünk, ha közösen, egységben és hittel tesszük dolgunkat a kárpátai magyarság megmaradása és fejlődése érdekében. A Kárpátház civil szervezet megalakulásától kezdve zászlajára tűzte a magyar falvakban újraélesztene a kultúrát, mégpedig a kultúrházak felújításával. A halábori immár a harmadik, ezt előzte meg a badallói Petőfi Sándor Kulturális Központ és a csetfalvai Móri G. Kulturális Központ. Választás ide alatt jártam és kampányoltunk halábodon, és mindig avval szembesültünk, hogy egy hideg-rideg épület van, melyben se világítás, se infrastruktúra, és éreztem, hogy azért valamit tenni kell, és hál' Istennek a mai napra látszik, hogy megépítettük a fedáksári kulturális központot, és én úgy gondolom, a halábori közösség, a halábori fiatalság, a halábori gyerekek és a halábor Tiszavirág tánc csoport megérdemelte, rég megérdemelte ezt az intézményt. A következő projektünk az a Beregújfalusi kultúrháznak a felújítása. A szerződések már alá vannak írva, gondolom a munkát is hamar el tudjuk kezdeni. Rákóczi Ferenc nevet fogja kapni a Beregújfalusi közösségi ház. A halábori fedáksári közösségi ház teljes körű felújítása Magyarország kormánya és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával, a Kárpátház civil szervezet és a helyi közösség közreműködésével valósult meg.